Képzeljétek el, lányok, tegnap megyek az utcán, és az otthonozóincsításom, és azt mondta nekem, hogy hé, van két jegyem az esti koncertre, van kedved eljönni? Hát hogy a fenében nem? De aztán, amikor találkoztunk a bejáratnál, akkor az történt, hogy jaj, otthon hagytam a jegyeket. Ne már. De igen, bocsi. Ha beültünk párba a jegyet, és mellém ült a volt osztálytársam. Szia, Mizu! Veled, Mizu? Semmi, csak ott hagyott a barátom. Nem már. Ez itt van nálam két jegy, megveszitek? Persze. Itt lett jegyünk. És amikor indulunk be a koncertre, kiderült, hogy jegyek hamisak. A rendőr bevittek minket kihallgatni szobába. Én azt mondtam, hogy nem tudok semmit. Mikor ki a jegy? Nem, mi csak úgy vettük. Nem hiszem. Nyílt az ajtó. És bejött Shawn Mendes. És azt mondta, nem hagyom, hogy a rajongóimat bántsák. Mi? Engedjék el őket, ők a vendégeim. És így a backstage-ben bulisztunk.